folytatni fogjuk pontosan ott, ahol abba az előbb, és meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan is irányítja és uralkodik a Hua az ő birodalmán, ami a Föld, ahol mi élünk, és valójában hogyan is néz ki, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a világunk, attól eltérően, amit a tudomány és a technológia állít a valóságban, ami természetesen a mindenható szava az írás eddig kiderítettük azt, hogy a teremtő, jahu az örökké való, az, aki létrehozta az eget, a földet és mindent, amit mi a világon találunk, illetve amiket használunk, azok a tárgyak, eszközök, anyagok, mindaz, ami a világot alkotja, az az ő kezeinek a munkája, és mi ebben élünk, mint jövevények, ahogyan az is kiderül. És ha már az előző részt a villámokkal fejeztük be, akkor nézzük, hogy jobb 37-es fejezet miről ír. Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését és a zúgást, amely az ő szájából kijön. Az egész ég alatt szétterezti azt, és villámát is a földnek széléig. Arra figyelmeztet jobb, hogy amikor a mindenható beszél, és ami az ő szava, arra jobb, ha mindenki odafigyel, és komolyan veszi. Utána hangzendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, és nem tartja vissza azt, ha szava megzendül. Elohim az ő szavával, csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy, hogy nem érthetjük. Mindazok, akik azt hirdetik, hogy az ember tökéletes, és az ember a teremtés koronája bár az, és hogy egy napon a tudomány, technológia és a saját képességeinknek köszönhetően mi is Istenek leszünk, azok nem fogták fel a különbséget maga a teremtő és a teremtmény között. Erről beszél jobb, hiszen bizonyos dolgokat nem is érthetünk abból, amit ő tett. Még egy másik dolog az, hogy e, arról beszél, hogy Elohim az ő szavával csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik. E, tehát nem csak a szavát nem érthetjük, hanem azokat a dolgokat sem, amiket ő cselekszik a világon. Úgyhogy arra magyarázatot keresni, hogy ez miért van, vagy az miért van, vagy ezt miért mondta, ez miért parancsolta, ez miért történt, az miért e, egész egyszerűen, ha az ember nem érti meg, akkor az azért van. Mert az ember nem képes megérteni azt a szintet, ahol a teremtő él, és ahogyan ő cselekszik, gondolkodik. Mert azt mondja a hónak, esél le a földre, és a zápor esőnek és a zuhogó zápornak szakadjatok. Ő az, aki irányítja az időjárást és az eseményeket a természetben. Minden ember kezét lepecsételi, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad. Rejtekében előjön, rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy. Elohim lehelletel által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, és áttöri a borulatot az ő villáma. Elohim azaz a teremtője, Hua irányítja az ő világát, és azt a, azokat az eseményeket, amiket mi tapasztalunk az életünkben. Bármennyire is az ember hatalmasnak gondolja saját magát, mindez szinte semmi, illetve hát gyakorlatilag semmi ahhoz képest, amire a teremtő képes. Mindannyiunknak ezt kellene megérteni, és ezután tudnánk közelíteni hozzá azzal az alázattal, és azzal az engedelmességgel, amivel ő majd aztán elirányít minket a világban, és felfedi számunkra az igazságot, és mindent, amit mi tudni akarunk, amennyiben az a mi érdekeinket szolgál, hiszen ő az, aki tudja legjobban, hogy mi az embernek az érdeke, mi az, amire nekünk szükségünk van, csak az ember nem képes elfogadni ezt, hiszen túlságosan sokra tartja magát. Azonban ez nem változtat a lényegen, amit látjuk, hogy a hua az, aki irányítja a birodalmát. Szóval nézzük tízes verset újra, majd nedvességgel öntözi meg a felleget, és áttörje a borulatot az ő villáma. És az körös körül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsolnékik a Föld kerekségének színén. Tehát minden az ő irányítás alatt dolgozik, és azt teszi, amit ő parancsol. Egyedül az ember, az emberek többsége nem hajlandó ezt megtenni, és nem hajlandó ezt elfogadni. Azonban még egy érdekesség az, hogy ez a Föld kerekségének színén zajlik. Ez a Föld kereksége, ez nem más, mint ah heber su strong's h sixty four forty panem panem casenius lexicon penu ale penu ale second entry pen okay, panim a amis szerint annyit tesz, mint arts Vagy felület. A föld felülete, surface of ground, ami ugye a talaj felületét jelenti. Állatok arcát, spirituális lények arcát, vagy valaminek a jelenlétét, ezt mindet jelenti ez a szó. Ugye, ami egy arcot jelent, ami egy felületet jelent, természetesen ilyen formában kell elképzelni, hiszen a kerekség egyértelműen egy sík idomra uta, és nem pedig egy gömbre. Persze értem, hogy akár a lapos föld, akár a gömb térbe helyezkedik el, azonban nyilván mindenki, aki akarja, megérti azt, amiről szó van. A föld kerekségének színén, ami tulajdonképpen egy arcot jelent, azt ilyen módon kell elképzelni. 12. Vers. Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt. Vagy bünteti a világot, ha úgy gondolja, vagy pedig áldja mindazokkal a jelens, természeti jelenségekkel, amelyeket ő irányít, és amelyeket ő létre kíván hozni, amennyiben ezt akarja. Egyértelművé teszi ezt jobbnak, amikor úgy szól, hogy vedd ezt, Fületbe jobb állj meg és gondold meg Elohimnek csodáit. Mindezeket a dolgokat, amiket felsorolt neki, amiket a teremtő az irányítása alatt tart, és amivel irányítja magát a világot, amivel érünk az ő birodalmát. Meg tudod é, mikor rendeli a rájuk Elohim, hogy villanjon az ő felhőjének villámla, villáma? Tudod é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csodáit értedé. És természetesen ezzel bizonyítja azt jobbnak, hogy mennyire elmaradt az ember a teremtőhöz képest. Még akkor is, ha mára már ezeknek a dolgoknak a túlnyomó többségét így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában és mértékig képesek vagyunk befolyásolni és irányítani, ezek mind-mind eltörpülnek ahhoz képest, amiket a teremtő végrehajtott az elmúlt néhány ezer év során. A gyengébek kedvért pedig ki is mondja mindezt a 22-es versben, mindenható, az nem foghatjuk meg őt. Nagy az ő hatalma is ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja. Azért rettegjék őt az emberek. A kevés bölcsek közül nem látó ő egyet sem. Mindazok, akik azt gondolják, hogy ők tudnak valamit, csak azért, mert el tudják ismételni azt, amit a tudomány és a technológia állít, illetve elért, azok azok a kevéből csak, akikről itt beszél, akiket Ézesen vesz. És a Jás, 13-as fejezet arról tanúskodik, hogy nem csak a természetet irányítja johua, hanem az embereket is, nem csak azokat, akik, akik úgymond igaztanul élnek és törvénytelenül, hanem azokat is természetesen, akik a törvények szerint élnek. Ilyen vagy olyan úton mindenki az ő akaratát hajtja végre. Azok, akik ostobán lázadnak és, és próbálják a tudományt, illetve a technikát a a mindenható szintjére emelni, és egy új, úgymond, uh, Isten állítani maguknak. Ők ugyanúgy az ő akaratát hajtják végre, mint azok, akik hallgatnak rá, és önként választják ezt. Csak azok, akik nem önként, azok, uh, azokat sajnos az ellenség átverte, és azok még az igazságot sem tudják meg soha. Csak egy, uh, egy képzeletbeli álomvilágban leélik az egész életüket, és azt gondolják, hogy ők azok, akik irányítják a saját életüket, illetve, illetve ők a bölcsek, és ők azok, akik lenézhetnek másokkal. Nézzük, mit ír a második versben. Emeljetek zászlót Kobasz hegyen, kiáltsatok néki kézzel, incsetek, hogy bevonuljanak a fejedelme kapuin. Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam Erősimet haragomnak véghezvitelére, akik én bennem büszkén örvendenek. Ő az, aki irányítja azokat, akik ugye ez egy jövendölés Babilónia ellen, ami maga a rendszer, amiben élünk, különös tekintettel az amerikai rendszer, ahol mindent lehet, mindenki együtt keveredik, ugye ezt jelenti maga Babilon. De a lényeg az, hogy ő az, aki parancsolta azokat az erőket, akik ezekben az utolsó időkben le fogják rombolni ezt. Négyes vers. Ha a zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömeg, ha összegyűlt népek országainak zúgása, sereg ura harci sereget számlál. Ő az, aki ezeket mozgatja és minden mást a világon. es vers. E a Huának napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztaságát tegye és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. Amit ő parancsol, az történik a világon, és ő az, aki irányítja azokat, amiket mi természeti jelenségnek hívunk, amiket az emberek föld anyának hívnak, meg amilyen dolgokat tisztelnek, hogy a föld, meg a fák, meg mit tudom én, még behisznek még az emberek. De ezek mind, mind ezek a dolgok a teremtőnek a teremtményei, és semmi közük sincs ahhoz, hogy életet adnak, vagy, vagy bármit is létrehoznak. Minden a teremtőtől ered, és ő az, ami létrehozta ezt. Természetes az, hogy a Földből kinövő fa életet ad, azonban mindezek teremtmények, ez az, amit az embernek meg kell értenie, és a Teremtő az, aki ezeket a dolgokat irányítja, akár a csillagokat, a csillagzatokat, a napot vagy a holdat. 13-as ezért az egeket megrendítem, és megindul helyéről a föld, és sereg urának búsulása miatt, és felgerjedt haragjának napján. És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki -ki népéhez tér meg, és kiki -ki az ő földére fut. Megrendíti az egeket, és megindul helyéről a föld is, az ő búsulása, illetve haragja miatt. Ő az, aki irányítja magát, a birodalmat, amit mi bolygónak hívunk, mármint azok, akik elhiszik a hivatalos álláspontot és azt, amit a tudomány vagy a technológia hirdet. Következő az pedig második, Samuel 22-es, ugye Samuel bet 22-es fejezet, ami így szól, hetes verstől, ugye arról, arról ír, Ahogyan segítséget kért a Teremtőtől, amikor szükségben volt és háborúzni a kellett hetesves, szükségemben, huát hívtam, és az én hatalmasságomhoz kiáltottam, és meghallál lakóhelyéről a szavamat, és kiáltásom eljutott füleibe. Pontosan tudták azt, hogy a Teremtőnek van egy lakóhelye, és nem körbe-körbe van egy gömb körül, hanem hogyan is néz ki maga az egész világ? Annak ellenére, hogy a mai ember azt gondolja, hogy civilizáltabb és intelligensebb, mint azok, akik száz vagy ezer évekkel ezelőtt éltek, hogyha körülnézünk a világban, akkor szerintem egyértelművé kell válnia néhány perc után annak, hogy ez egész egyszerűen nem így van. Az emberek mindig is sötétségben éltek, az emberek többsége. Egész egyszerűen a sötétség csak másképp nézett ki a középkorban mint ahogy az a mai világban kinéz. Ugyanis ma világosságnak álcázza magát, de ugyanolyan sötétségben él az emberek túlnyomó többsége, mint ahogyan az, az a történelem során mindig is volt. Van egy réteg, aki eljut az igazsághoz, mert alázattal, engedelmességgel keresi a mindenhatót, akinek a birodalmában élünk, azonban a túlnyomó többség mindig is egy ostoba lázadásban élt el az egész életét, ahol azt hitte, hogy ő majd a saját erejéből megmutatja és megcsinálja. Nézzük, mi történt, amikor segítségű hívta, hogy a Huát 8-as vers, akkor renget és remegett a föld, az égnek fundamentumai inoktak és megrendülének, mert haragudott ő. Ugyanaz, valahogy úgy tűnik, hogy amikor haragszik a hua, akkor remeg a föld, és reng az ég, illetve a föld alapzata és fundamentumai. 9 es, -es füst fel órából, emésztő tűz szájából, izzó szén gerjed belőle. Lehajtá az eget, és leszállt, és homály volt lábai alatt. A kérubon ment, és repült, és a szelek szárnyán tűnt fel. Sötétségből maga körül sátrakat emelt, esőhullást, sűrű felhőket. Az elővet, előtte levő fényességből izzó szenek gerjedének, és dörgött az égből Jahua, és a magasságos hangot adott. Egyértelmű, hogy ezek, amikről beszél, átvitt értelemben, is értendőek ugyanúgy, ahogyan, ahogyan szó szerint, hiszen mindenható irányítja magát a természet, és és beavatkozik az emberek életébe, ilyen vagy olyan módon, ahogyan azt ő jónak látja. 15. elővé nyilait, és szétszórta azokat, villámot, és összekeverte azokat. Meglátszottak a tenger örvényei, és a világ fundamentomai felszínre kerültek. A huának feddésétől, orra lehelletének fúvásától. Lenyúlt a magasságból, felvett engem, és a mélységes vizekből kihúzott engem. Érdemes azt megjegyezni, hogy ez, ez ugye Dávid király, aki az egyik leghatalmasabb királya volt e, Izrael népének, illetve hát gyakorlatilag a leghatalmasabb, e, aki végélt az egész életét majd hogy nem, e, különösebb hiba nélkül, és mindig a teremtő útját kereste, és azon járt, és annak ellenére, amiket elért, annak ellenére, alázattal tudott hozzá viszonyulni, és képes volt elismerni azt, hogy mindaz, amit ő elért, az csak azért lehetett, hiszen vele volt jahua. Nézzük tovább, Zsoltárok Tehelim, 75-ös fejezet, ahol is így ír. Tisztelünk téged, ó Elohim, tisztelünk neved! közel van, hirdetik csodatetteid. Ugye, ismét csak a név fontosságára hívja fel a figyelmet, azon túl, hogy ezek az emberek mindig is megértetik azt, hogy mik azok a dolgok, amiket a Teremtő cselekszik a világban, hiszen sokkal közelebb jártak hozzá, mint a többség ma. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek a föld, és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. Ismét csak a föld oszlopaira beszél, és arról, hogy ő az, aki ítél, ő az, aki mindent véghez visz a világon. Arra figyelmeztet a hatos versben, hogy ne emeljétek magas a szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől, támad a felmagasztalás, hanem Elohim a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Ő az, aki eldönti, hogy kinek mi lesz a sorsa az ő cselekedetei alapján. Mármint az ember cselekedetei alapján ítéli meg, és ítél meg mindenkit. Arra a kérdése pedig, hogy miért engedi, hogy ezek a dolgok folyjanak a világon, miért nem avatkozik közben, miért ad helyet és időt a gonosznak, arra pedig a hármas verszak ad ö, magyarázatot és választ, ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. Amennyiben megmondja azt, hogy ennyi idő van rá, akkor az új lesz. Nem véletlen az, hogy második Péterben leírja azt, hogy egy nap ezer esztendő Elohimmel és ezer esztendő egy nap, hiszen ahogyan a teremtés mintájára zajlik az élet a Földön, Hat nap alatt teremtette a Földet, hetedik nap volt a sabát, a, a szombatnap, a szünnap, úgymond, amikor megpihent. Ugyanígy van az a mi életünkkel is. Hat ezer év az, ami rendelkezésünk áll, és a hetedik lesz egy úgymond sabát, vagyis egy egy jubileumi év ezred, az ezer éves királyság. Azonban, amíg a hat ezer év nem jár le, addig az élet megy tovább, hiszen ő az, aki megszabta ezt a határidőt, és méltányosan ítél az alapján, ahogyan ő ezt eldöntötte és elhatározta. Nem fog, fog kapkodni csak azért, mert mi ilyen vagy olyan úton indultunk el, és éppen nem úgy alakul, ahogyan, a mindenkinek, vagy legalábbis a többségnek a legjobb lenne. Soltárok Tehelim 78-as fejezetben egy érdekességre hívnám fel mindenkinek a figyelmét. Különösen azokét, akik úgy gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy lapos a föld vagy gömb. Egyáltalán nem így van, hiszen a mindenható nem ezt mondja. És ezt pedig kiderül a második verstől, ami így szól. Megnyitom az én számot példabeszéde, rejtett dolgokat szólok a régi időből. Mi az a régi idő? Az, ami előttünk történt, amit úgy mond a történelem az állítólagos történelem meghamisított természetesen, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nékünk, mint a, a teremtésnek a története. Például nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük ki a dicséretét, hatalmák, csodáit, amelyeket cselekedett. Az embernek kötelessége elmondani azt. Hogy mi az, amiket hova ja, cselekedett. És ez az egyik feladata az embernek, hogy tovább örökítse az igazságot, és tovább adja az igazságot a leszármazottainak, és mindenkinek, aki erre vevő. Ha valaki nem vevő, az a teljesen fölösleges foglalkozni vagy meggyőzni az embereket. Akit érdekel, az kérdezni fog, az az, akire érdemes igazából időt szállni a többére. Teljesen fölösleges vesztegetni az időt különösen vitatkozni emberekkel fölösleges. Azonban az mindenki érdekes, hogy erre szólít fel, hogy rejtett dolgokat elmeséljen a régi időkből, amiket hallottunk és tudunk, és hogy a jövő nemzedéknek is elbeszéljük a mindenható dicséretét. Az ő hatalmát, ahogyan az ő birodalmát irányítja, ahogyan azt teremtette. Hiszen ez egy probléma, ugyanis a nyolcas versben így szó, hogy, hogy uh, ugye, hogy mi a jelentősége annak, hogy megtanítsuk ezt a következő generációnak, illetve hát egymásnak. Nyolcas, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szilaj és makas nemzedék, olyan nemzedék, melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Elohimirát. 11. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, ugyanúgy, ahogy ma elfelejtkeznek az emberek, és azt mondogatják, hogy valami, a semmi fölrobbant, és akkor abból lettek a dinoszauruszok, meg aztán később meg a majmok, abból meg utána az ember. És eh, erre hívja fel a figyelmet, hogy ne feledkezzünk el az ő tetteiről, az ő csodáiról, amelyeket mutatott néki. Ahogyan kihozta őket a, a különböző problémákból, ahogyan a világot teremtette, ahogyan megteremtette az embert és az egész rendszert, amiben mi élünk. Ezek mind az ő tettei, csodái, amikről nem szabad elfeledkeznünk. Természetesen itt utána leírja az Egyiptomból való kijövetelt és egyéb csodákat, azonban az csak egy része annak, amit az ő tetteinek vagy csodáinak lehet hívni még egy példát szeretnék mutatni, illetve hát ebből a Zsoltárból még egy példát arra, hogy hogyan is irányítja hogy a hua magát a, a, birodalmat és az egész rendszert. 21-es meghallotta a hua és megharagudott ezért, ugye, amikor lázadoztak az emberek a husztában, és tűz gyulladt fel Jákob ellen, és harag fel Izrael ellen, mert nem hittek el Elohimben. Ugye azt mondták, hogy hogy kihozta őket, hogy meghalljanak, ugyanúgy, ahogy ma az emberek azt mondják, hogy itt hagyott minket, magunkra hagyott, igazságtalan, gonosz, így, úgy, amúgy. Az általános ostobaságok, amiket a legtöbb ember hangoztat, mikor a kételjeiről beszél. Ez az, amiért megharagudott, és tűzgyulladt fel benne, mert nem hisznek Elohimben, és nem bíztak az ő segedelmében, és ráparancsolt a felhőkre ott fent, és az egek ajtait megnyitotta, és hullatott rájuk mannát eledelő mennyei gabonát adott nékik. A felhőkre parancsolt rá, és az egek ajtait megnyitotta. Ezek szerint az egeknek vannak ajtai még akkor is, ha ez hihetetlenül hangzik. Azért hangzik hihetetlenül, mert a legtöbb ember elhiszi azt, amit az állítólagos tudomány terjeszt. Joel második könyvében is olvashatunk néhány érdekességet ezzel a témával kapcsolatban. 21-es vers így szól, ne félj te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgot cselekszik Hua. Ne féljetek ti mezei vadak, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét. A füge és a szőlő is kitárják gazdagságukat. Ti is jönnek fiai, örvendezzetek és vigadjatok ki a ti hatalmasságukban, hatalmaságotokban, mert megadja néktek az esőt igazság szerint a korai késői esőt hullat néktek az első hónapokban. 24-es megtelnek a csűrök gabonával, bőven öntik a sajtók a és az olajat és Kipótolom néktek az esztendőket, melyeket tönkretett a szöcske, cserebogár, hernyó, sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttek ezeket ő küldte büntetésül az egész világra és a saját népére. Az engedetlenség miatt ő az, aki ezeket a dolgokat szabályozza és irányítja annak érdekében, hogy elérje a célját. A célja pedig nem más, mint az, hogy visszafordítsa az embereket saját magához, az ő útjára, aminek a az üdvözülés az eredménye. Azonban ennek ára van, nem adnak, sem, nem adnak mindent semmiért. Az ember nem élhet úgy, mint a pogány, és közben megváltást remél. Ez az, amire felhívja a figyelmet. Ezért van a büntetés. Próbálja felhívni a figyelmét az embereknek arra, hogy térjenek észhez, értsék meg, hogy mi az, amit tenniük kellene. Ezért van káosz és büntetés a világban. Ezért küldte az ő seregét, amik ugye még az állatok, a kártevők is azok és eztek bőven is megelégeztek, és magasztaljátok ki a huának a ti hatalmasságotoknak nevét. Ez a célja, hogy az ő nevét ismerje mindenki, és ezt magasztalja. Aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pirongodik az én népem. Harmincas és csodajeleket mutatok az égen és a földön, Vért, tüzet, füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljöjj a huának nagy és rettenetes napja. Ezeket a dolgokat ő irányítja, így hívja fel a figyelmet arra, hogy mit is kellene tenni az embereknek. És jelez számunkra ezáltal azoknak, akik értik azt. Azoknak, akik megértik a mennydörgést, ahogyan az előző részben foglalkoztunk a mennydörgésen magával. Aki megérti az ő szavát, az érti a jeleket. Aki nem azok számára, ez csak a természet, a földanya, az evolúció, meg a Big Bang, meg a majmok. De aki, akinek értelme van, az rájön arra, hogy mi az a, azok a történések, azok az események, amiket ő idézelő, amivel próbál nekünk jelezni. Még akkor is ha engedélyezi az emberek azt, hogy a technológia segítségével manipulálja ezeket a dolgokat. Így is, úgy is ő az, aki közvetíti a jelet azoknak, akiknek értelme van. Hogyha még akkor is, hogyha csak hagyja nekünk, hogy leromboljuk az egész világot. Azonban aki olvassa a vért, a tüzet, a füstoszlopokat az égen és a földön, és a, az egyéb jeleket, az megért hogy miért csinálja mindezt a 32-es versben leírat, de mindaz, aki a Huának nevét segítségül hívja, megmenekül, akkor mi más jelentett a név, mint egy név, és az ahhoz tartozó, és az ahhoz tartozó viselkedés? Mi, miért próbálják az emberek azt állítani, hogy a név nem fontos, mikor itt mondja, hogy fontos? akik azt gondolják, hogy ez csak az úgynevezett Ó testamentum, amit már nekünk nem kell olvasni, meg nem kell egyáltalán figyelmet szentelni erre az egészen, azoknak figyelmébe ajánlom apostolok cselekedetei második fejezetet. 16-os vers így szó, ha, hanem ez az, ami megmondatott Joel profétától, ugye visszautal arra, amit most olvastunk. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja Elohim, Kitöltök az én lelkemből minden testre és profétának, a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből és profétának. És tészek csodákat az égben, odafen, jeleket a földön, idelen vért, tüzet, füsnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré minek előtte eljöjj a Huának a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki a Huának nevét segítségű hívja, megtartatik. Joel második fejezet, 28-as vers, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre és profétának a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifeitek pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. A jövevények, akik köztük élnek. És bár már volt szó a zsámorról és az ülőszékről, nézzük meg Ézsajás 60-os fejezet első vers így szó így szólja Hua, az egek nékem ülőszékem és a föld lábaimnak zsámaja. Minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye. Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek, így szólja Hua. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki a beszédemet rettegi. Nagyon fontos azok számára, akik... akik még mindig nem jutottak el odáig, hogy mi az, ami számára fontos, az ő beszédét rettegni. Ez az, ami számára fontos. Az, aki az ő beszédét féli, az úgy cselekszik, ahogy a nő azt mondta. Ez az első és legfontosabb. Nem az, hogy milyen eh, milyen eh, templomot, vagy milyen tront építenek neki, vagy milyen eh, palotát. Teljesen mindegy, hiszen mindent ő csinált. Ő itt tekint a világra. Az, hogy mi mit formálunk. Azokból az anyagokból, amiket ő rendelkezésünkre bocsát, az teljesen mindegy. Ő az, aki előállította ezeket. Mi csak megmunkáljuk, teljesen mindegy, hogy az egy mikroszkóp, az, az egy épület, vagy pedig egy állítólagos űrhajó. Mindent ő csinált, ő teremtett, mi ezeket a dolgokat formáljuk meg. Szóval, és ez a lényeg, aki az ő beszédét rettegi, azaz. Akit, aki, 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 akire figyel, és ami őt érdekli. Nem arra tekint, amit csinálunk, hanem arra, aki szegény és megtörött lelkű, és aki a beszédét rettegi, úgy érti a szegény, megtörött lelkűt, aki alázatos, aki engedelmes, aki őt keresi, és úgy él. Soltárok Tehelim 99-es fejezet így szól, és tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot, mi a jogosság? Jahú, szava, a parancsolatok, a tara, az instrukciók. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Jogosság, igazság, egyenesség, mind-mind az ő útja, a tara, az instrukciók. Érdekes az ötösvás? magasztaljátok Huát, a mi hatalmasságunkat, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő, szent, már megvizsgáltuk korábban, a szent azt jelenti, hogy különálló, eh, angolul set apart, az, aki elkülönül a többit, aki más, aki más úton jár. Mózes és Áron, az ő papjaival és Samuel, az ő nevét segítségű hívókkal egybe segítségű hívják valahogy a és meghallgatá őket. Aki leborul az ő zsámolya lábainak zsámolja elé, aki megalázkodik, aki engedelmes, és aki, el, aki rájön arra, hogy rossz úton jár. Természetesen én tudom, hogy ez átvitt értelemben értendő, hogy a zsámolya elé leborulni napjainkban, hiszen nincsen zsámolya. Azonban ez nem mindig volt így. Második krónika, 9-es fejezet, így szó És csináltatott a király egy nagy királyi széket elefántcsontból, és beborítatá az finom aranyjal. Hat lépcsője volt a széknek, és arany a székhez erősítve, és támaszai valának mindkét felől, az ülés mellett, és két oroszlán állott a karok mellett, és tizenkét oroszlán állt vala ott, a hat lépcsőn mindkét felől. Senki soha olyant nem csinált egyetlen országban sem. Ez természetesen Salamonról szól, ő volt az, aki ugye megcsinálta ezt a trónt, és 20 így folytató, Salamon királynak összes ivóedényei aranyból valának, Libánon erdő házának és összes edényei tiszta aranyból valának, nem vala az ezüstnek semmi becses Salamon idejében. Hogy hogyan is érte el ez Salamon 23-as és e földnek minden királyai kívánnak vala szembe lenni Salamonnal, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, ugye szembe lenni úgy, mint elébe kerülni, elé járulni, melyet Elohim adott vala az ő szívébe. Azért érte el ezt a gazdaságot, mert a mindenható segítette őt. Tehát, hogyha egy aranyszéket csinált, arany zsámoljal ahhoz a székhez, akkor nyilván a mindenható ehhez, Elohim ehhez hozzájárult, hiszen elérte ezt a gazdaságot. Annak a mintájára csinálta ezt, ahogyan a föld viszonyul a teremtőhöz. Megvan az ő trónja, ami a mennyek, megvan az ő zsámoja, ami a föld. Ennek a mintájára csináltatta Salamon ezt a széket és ezt a zsámojt. Amennyiben mi egy gömbön élünk, akkor vajon hogyan képzeljük el a zsámojt és a trónt másképpen, mint egy kejfejjancsét. Utolsó vers, ez pedig első krónika 28, amikor is Dávid elmondja a gyülekezetnek, hogy, hogy házat készül építeni a teremtőnek, egybehívat mindenkit, második vers, és feláll Dávid király úgy az ő lábaira, és mondta, halljátok meg, atyám fiai, és én népem, elvégezém szívem szerint, hogy a Hua szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltatnék, és ami hatalmasságunk lábainak zsámolt, hozzá is készítette mindent az építéshez. Azonban Elohim utána mondta neki később, hogy ő túl sok vért ontott, és ezért az ő fia fogja megépíteni azt a e, házat. Azonban a lényeg az, hogy a ládának házat csinált, és a lábainak zsámolt, a zsámolj maga a, egyrészt ugye a föld, másrészt a, maga a templom, és a a kegyemi szék a trón előtt levő zsámoly végezetül. A zsámoly egy fontos szerepet tölt be. Ez jelképezi a világ viszonyát a mindenhatóhoz és az ő birodalmához, a mennyekhez és a földhöz. És most már tényleg befejezésül Saul, rómaiakhoz írt első levelének első fejezetében így ír a 16-os versben pál. Azok számára. Akik úgy gondolják, hogy a két könyv külön áll, és az egyik a zsidó, a másik a pogány, az egyik az ó, a új szövetség, ezt nem kell csinálni, azt kell csinálni, ami borzasztóan hangzik, és, és tényleg egy, egy szörnyű félreértelmezés az egésznek. Azok számára, hogy hát, ha megértik, azok, akiknek van értelmük és és képesek megérteni azt, amiről valójában szól az írás, azok számára mindenképpen érdekes lesz. 16. -as. Mert nem szégyelem, ha a siák evangéliumát, ugye a megváltó evangélium jó hírét, azt, amiről már szó volt korábban, néhány héttel ezelőtt, ugye egyrészt az, hogy a parancsolatok követése révén az ember üdvözül ez a jó hír, illetve az, hogy Izraelt visszafogadja, a teremtő, mint népét. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy mostantól szabad rabláson és mindenki úgy élhet, mint az állatok, hanem az, hogy amennyiben az ember követi a parancsolatokat, akkor visszatérhet a mindenhatóhoz. Mert Elohimnek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, Dimnak, zsidónak először meg a görögnek. Nem érdekes az, hogy azt mondja, hogy másiák a megváltó jó híre evangéliuma, mert az Elohimnek hatalma. Hogy lehet az az Elohimnek hatalma, az evangélium, és minden hívőnek üdvösségére, hogyha az egy másfajta tanítás, egy törvénytelen tanítás. Hogy lehet Elohimnek hatalma, a megváltó jó híre, mindenki üdvösségére, hogyha egyszer az törvénytelenséget hirdet, az, hogy már nem kell a törvényeket csinálni. Hiszen Elohim nem változik, Malakiás 3-6, akkor hogy létezik, hogy a kettő nem egy és ugyanaz, ennek ellenére még azt mondja, hogy Elohimnek úgymond Istennek hatalma. Hogyha a kettő nem egy és ugyanaz. Azért, mert Saul pár pontosan tudja, hogy a kettő egy is ugyanaz. Csak sajnos a legtöbb ember félreértelmezi. 17. Mert Elohimnek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe. Elohimnek igazsága. Ha Elohim nem változik, az ő igazsága pedig az ő szava, akkor nem változhat meg a megváltó eljövetelével. Miképpen meg is van írva, az igaz ember hitből él. Ó, ugye ez azt jelenti, hogy már csak hinnünk kell, és nem kell semmit csinálnunk. Akkor miért mondja azt, hogy írva van? Hogyha ha ez csak a megváltó eljövetelével érvényes, az, hogy az ember hitből él, addig meg a parancsolatokat követték, akkor miért írja azt, hogy írva van? Azért, mert már Habakuk második fejezetben is erről volt szó, már a Tanakban, az úgynevezett Ó Testamentumban is hitből élt az ember hármas vers, mert ellátomás bizonyos időre, de vége felé siet, és meg nem csal, ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Négyes, ímé e Nem igaz ő benne az ő lelke, a legtöbb emberről beszél. Nem igaz, nem a törvények szerint él. Nem, az, az igaz, pedig az ő hite által él. Ugyanúgy a tanákban, az úgynevezett ó testamentumban is úgy élt az ember hite által. Legalábbis az a néhány, aki valóban úgy élt. Innen idéz, Saul a 17-es versben. Már akkor is hitről volt szó. Mindvégig ugyanazt ismételik, amit a Tanákban mondtak. Hiszen ebből tanítottak, hiszen nem át rendelkezésre más írás. Csak is kizárólag ez. De nézzük tovább, hogy miközben ennek az egész földhöz. Mert nyilván van az Elohimnek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Ugyanazért küzd itt, mint amiről Habakuk is mesélt. A felfogalkodott nem igaz, ő benne az ő lelke. Ugyanezt mondja itt a rómaiakhoz, hogy a haragja az ellenjön, akik hitetlenek és hamisak. Kik az igazságot hamissággal feltartóztatják az igazságot, a tra, az instrukciók a mindenható szava, hamisság pedig azok, akik azt állítják, hogy nem kell már csinálni. Ugyanúgy akkor, mint most. Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük. Mikben Elohim szavában? Mert Elohim megjelentette nékik, mert ami Elohimben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló való hatalma és igazsága, Istensége, hatalmassága, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők mentetetlenek. Mindazok a dolgok, amiket tudnunk kell, azok az ő alkotásaiban megjelennek. A földben az a természetben, a, a mennyben, mindabban, amit leírt az úgynevezett Ószövetség, amit senki nem olvas már. Mert ami Elohimben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és hatalmassága, igazsága, istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvény megláttati. Amiket alkotott az egész teremtése, azok, árulják el az ő igazságát, és őt felfedik számunkra, azok számára, akik értik. Azonban azok, akik hitetlenek és hamisak, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják, azok menthetetlenek, hiszen azok nem értik az ő alkotásait, és nem tudják lefordítani azok ugye a Big Bangről beszélnek, a majmokról, meg a, a gravitációs hullámokról, meg arról, hogy mi keringünk körbe-körbe valahol. Ezek azok, akik menthetetlenek, mert bár Elohimet megismerték, mindazáltal nem mint Elohimet dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem csináltak maguknak isteneket, mint Darwin vagy Newton, vagy Stephen Hawking, vagy Elon Musk, vagy akárki. És nem Elohimet dicsőítik azért, amit ő teremtett, hanem a tudományt és a technológiát. Ami nem más, mint az ellenség maga, aki az egész világot megtévesztette. Így beszél még Saul is arról, hogy a teremtés milyen fontos. Nem véletlen az, hogy az ellenség ezt támadja legnagyobb erőkkel, illetve természetesen a házasságot. Hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. Magokat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Ezek mindazok a balgák, akik. Akik Istenként tekintenek a tudományra, meg arról beszélnek, hogy ők látják a távcsövőt, meg ez megmondta, meg a gravitáció, meg ilyen egyenlet, meg olyan, mit tudom én mi. Ezek ezek. Azok a okoskodásaikban hiába valókká lettek, balgatak szívök megsötétedett. Magukat bölcseknek valván, balgatagokká lettek az örökkévaló Elohim dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak, csúszómászó állatoknak képmásával. Akik magukat szolgálják, hogy ők majd istenek lesznek, hogy, hogy mekkora nagy dolog az, hogy, hogy ilyen telefonja van, vagy olyan telefonja van, vagy mit tudom én milyen van. Hogy mi majd a holdra megyünk, meg a marsra megyünk. Ezek azok, az ostobák, akik magukat bölcseknek vallják. Erről ír Saul. Úgyhogy ezek nem az én szavaim, ezek az ő szavai. ha valakinek ez ö, problémát okoz, amiket a videóban hall, akkor azt ö, annak figyelmébe ajánlom Saul rómaiakhoz írt levelének első fejezetét. És akkor ez meglátja, hogy ezt nem én mondom, hanem ezek a mindenható szavai ezek mindazok az ostoba emberek, akik a tudományt dicsőítik meg magukat, azokról így vélekedik a mindenható. Annak okáért adta is őket Elohim szívök kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. És a többi, és a többi. Mint akik Elohim igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgot tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott. Tökéletesen leírja azt a szituációt, amiben ma vagyunk. Hazugságá változtatják a teremtést, a, a, maga a világ teremtését, az ember teremtését, az élőlények teremtését, az egész történelmet, minden. És az egész életüket ráteszik egy ilyen hazugsága. Arra, hogy ők majmok, akik beszélni tudnak, és a, a legközelebbi rokonaik a csimpánzok. És ők, ők majd konzervdobozokban fognak utazni a, a semmibe. Egyik, egyik dologról a másikra repkedve, és akkor ott majd nem is tudom, mit fognak csinálni. És nem látják azt, hogy mekkora ostobaság, amiről beszélnek. Mert felcserélték, mert felcserélték a mindenható dicsőségét ezeknek a szánalmas dolgoknak a dicsőségére. És az Elohim igazságát hazugsággá változtatták. A teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták. A földanyát, meg az állatokat, meg ölegetik a fákat, meg próbálják megmenteni a pandamacikat, meg mit tudom én mi. Ahelyett, hogy visszalállnának, keresnék az igazságot, visszalállnának az, az instrukciók a tara követésére, úgy élnének és hagynák azt, hogy a teremtő lerendezze ezt az egész problémát. Ahelyett, ahelyett idáig jutottunk, ahol most vagyunk. Ezzel ezt a Részt befejeztük és euh, megtárgyaltuk ugye azt, hogy juhua, a teremtő az, aki irányítja az egész világot, ez az ő birodalma és az ő szabályi, az ő instrukciói, az ő torája az, ami alapján mindenkinek élnie kéne, aki szeretne változást látni a világban. Teljesen mindegy, hogy euh, mennyi gyűjt, mennyi petíciót ír alá, vagy mennyi tüntetésen vesz részt, milyen, mennyi diplomája lesz, az csak ront a helyzeten. Egyetlen igazság van, és egyetlen, egyetlen út arra, hogy az ember helyesen éljen, és az pedig az a keskeny út, amit a mindenható meghatározott. Minden más út csak távolabb viszi az embert a valóságtól, az igazságtól főként és attól, amire mindenki vágyakozik legbelül, hogy megtalálja, hogy mi az értelme az egésznek. És csak nem csak bolondot csinál magából, hanem majd, hogy nem majmot is. Úgyhogy remélem hasznosak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!